Számítógép, régi faxgép, a háttérben pedig jelmezbe öltözött diákok. Egy különleges versenyen készültek ezek a fotók néhány éve. A pályaorientációs kalandőrület nevű játékot 2005-ben rendezte meg először a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Tamási Vályi Péter szakképzőiskola. A program során a szakképzés iránt érdeklődő hatfős diákcsapatoknak leleményes logikai feladatokat kell megoldaniuk rendhagyó módon. Idén a versenyt szerdán reggel 8 és délután 6 óra között rendezik meg. A szervezők így akarják népszerűsíteni a szakképzésben rejlő lehetőségeket. Interneten tartják velünk a kapcsolatot, illetve az internet segítségével elektronikus úton kapják meg a feladatokat és az ahhoz tartozó segítségeket, és a megfejtéseket is elektronikus úton kell visszaküldeniük nekünk. Az aktuális állásról napközben folyamatosan beszámolunk televíziónk Facebook oldalán. A program a Tolna megyei foglalkoztatási paktum részeként valósul meg. A szervezők célja, hogy a szakmákat népszerűvé tegyék a fiatalok számára, ezzel biztosítva a megfelelő szakember utánpótlást, ami által erősíthető Tolna megye gazdasága. Bízunk benne, hogy ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy nőtt az érdeklődés a szakképzés iránt. Ennek egyébként van egy mutatószáma, ami szintén partnerünk a Tolna megye kereskedési iparkamara fölméréséből is, és másfélül látszik, hogy tavaly hosszú évek után először nőtt az érdeklődés, illetve jelentkezők száma több mint 10%-kal a szakképzési végzőiskolák felé. A pályaorientációs kalandőrület szerda reggel 8 és délután 6 óra között zajlik majd.